Boldog gyerek zsivajtól hangos a belvárosi általános iskola megújult sportpályája. A korábbi bitumenes felületű pálya már egy ideje használhatatlan volt. A beruházással a terület modern, műfüves borítást kapott. Évek óta próbálkoztunk saját erőből, hogy ezen pálya helyén lévő bitumenes pályát valahogy felújítsuk, hiszen az már életveszélyes és használhatatlan volt. Ez önerőből több pályázaton megfutottuk, de nem sikerült, és Dombóváros önkormányzata és a Focisuli Egyesület segített abban, a pályázatukkal is és anyagi támogatásokkal is, hogy ez a pálya itt megvalósulhasson, és hogy ma birtokba vehessék a gyerekek. Ezt a pályát szeptember közepén adtuk át munkaterületnek, akkor vonult fel a kivitelező, és hát hetekig küzdött azzal, hogy ennek a pályának az alapját egy kicsit feltörje, hogy be tudja alakcsövezni a megfelelő szabályok szerint. Ez alatt a pálya alatt több 10 centi aszfalt és betonréteg van, úgyhogy nagyon megküzdöttek azzal, ezért csúszott egy kicsit a pályaépítésének a tényleges kezdete. Egy kicsit csúszott az átadás, mi úgy terveztük, hogy október 23-a környékére ez megvalósul, ez egy két hetet csúszott, de nagyon-nagyon örülnek a gyerekek, mert ma birtokba vették. Amíg szabad egy mondatot elmondanom, ezt a lehetőséget szeretném megragadni arra, hogy a szülőknek, gyerekeknek és minden környékbelinek megköszönjem a türelmét, hisz azért tényleg nagyon nehéz volt ez a néhány hét. Sajnos el kellett bontanunk a játszóterünket is, mert életveszélyes volt. Ez a pálya munkaterület volt, nagyon szűk helyre tömörültek össze a gyerekek, de a szülők is, gyerekek is és a kollégák is nagyon türelemmel várták, hogy egy megújult és új pályán játszhassunk innentől kezdve a belvárosi általános iskolában. Ez már a második olyan sportpálya a városban, amelynek felújításában a Dombovári Focisuli Egyesület oroszlán szerepet vállalt. Most már a második olyan pálya, amiben a focisuli közre tudott működni. Ugye köztudott, hogy tavalyi évben a Szent Orsolya iskola központban sikerült már egy pályát építenünk egy közös összefogással, ott a civilek, az iskola, főként ugye a focisuli jóvoltából sikerült a vállalkozókat bevonnunk, és ott megépült ez a pálya. Akkor határoztuk el magunkat, hogy nem állunk ott meg, és az az érdekessége ennek az új pályának, hogy itt most már az önkormányzat is mellénk állt, és közösen nyitottunk be egy pályázatot februárban. Ugye ez így egyszerűen hangzik, hogy benyitottuk a pályázatot, nekem azért is úgymond büszkeség duplán, mert ezeket a pályákat már jó néhány éve országszerte építi a Magyar Labdarúgó Szövetség, és amikor mi februárban ezt benyújtottuk, akkor ugye már egy bezárt program volt, tehát a pályaépítési program szünetelt, és sikerült a lobby erőnket kihasználni, és két pályát sikerült a Dombóvárváros önkormányzatának beadnia ezen a felületen, amit el is fogadtak, meg is nyertük. És ugye a másik, ami nagy érdekessége, illetve nagyon nagy büszkeségünk, hogy amikor ezeket a pályákat elkezdték jó néhány évvel ezelőtt építeni országszerte, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség a 70%-os részt azt ugye úgy, mint egy pályázati forrást biztosította, és az önkormányzatok, vagy a civilek, vagy az esetek, akik ugye pályáztak, csak a 30%-os önrészt kellett hozzátenni. Na most ugye ez megváltozott, úgy engedtek minket be a programba, hogy a 70%-os TAO támogatást is nekünk kellett összegyűjteni, tehát ez nem úgy van, hogy valami alapból lehívtuk, és akkor éjjel-éjjel megépítette a Magyar Labdarúgó Szövetség, hanem itt egy kőkemény lobby volt, és el kellett hitetnünk azt, hogy itt egy nemes tél fog megvalósulni. Azért is mondom, hogy nemes cél, mert maga a focisuli fölvállalta azt, hogy labdarúgáson túl próbálja szolgálni az iskolák érdekeit is, tehát most már büszkén mondhatom azt, hogy a legtöbb iskolába valamilyen beruházást vagy valamilyen projektet sikerült véghez vinnünk, és ez nem csak a kis focistáinak, hanem az ott az iskolába járó gyerekeknek is ugye hasznos lehet, és azt gondolom, hogy ezzel az egész város, az egész közösség tud fejlődni. A pályafelújítás pedig nem áll meg, tette hozzá Tárnok Zoltán. Két pályáról beszélünk, ez együtt lett benyújtva, és most már annak a pályának is a tenderét kiírták, és mindegyik pálya picivel több mint 30 millió forintból, ugye ez már megépült, az pedig meg fog épülni. Azért is mondom, hogy biztos, hogy meg fog épülni, mert arra az összes támogatás szintén összegyűlt, az önkormányzat az önrészt szintén hozzátette, és akár még ebben az évben el is készülhet, de hogy el fogják kezdeni építeni, az már az emelesztő itt az itteni pályának, a belvárosi iskolának az átadó ceremóniája kinyilvánításra került, tehát az biztos, hogy a Labdarúgó Szövetség ezt a két projektet szeretné minél előbb befejezni. Az már nagy örömünk, hogy ez a pálya már itt van és elkészült, pláne úgy, hogy a
legelső évben, amikor a Szentorsolyába kezdtük, akkor ugye ott egy októbertől októberig egy év kellett ahhoz, hogy ténylegesen ugye átadás történjen. Itt pedig ugye az is egy fontos tényező, hogy évek óta jó kapcsolatot ápolunk itt az iskola igazgatójával, és tervezgettük már, hogy egyszer hadd csináljunk valami maradandót és valami jó beruházást, és tudtuk azt, hogy ez a pálya, a bitumenes felülete már igen rászolgált arra, hogy felújítás, illetve valami szép, valami új, modernebb alakuljon ki rajta, és ezt most februárban is tudtuk kezdeni, az önkormányzat egyből áldását adta rá, tehát ugye a képviselőtestület megszavazta azt, hogy támogatja a megépítést, és ugye a hozzájáruló őrészt is, egy 30%-os őrészt is hozzá fog tenni, és én pedig bíztattam igazgató asszonyt, hogy lelkesedjünk, mert a vállalkozói réteg is mellettünk volt, és megmondom őszintén, arra nem voltam teljesen biztos, hogy ez ilyen rövid időn belül, de ha nézzük, ugye februárban kezdtük, és most itt állunk novemberben, tehát nem kellett egy év sem ahhoz, hogy ezt itt megvalósítsuk, és ugye szerintem egy éven belül mind a két projekt el fog készülni, tehát a Hemiben is a műfüves pálya szintén el fog készülni, és rajtunk kívül most már polgármester is belelkesedett, és a következő projektünk pedig az lenne, hogy az Apáczai iskolában szintén egy pályát építenénk, mert ott is ugye köztudott, hogy a testnevelés órák és az egyéb feltételek kevésbé adottak, és próbálunk majd az ezügyben is sikeresen lobbizni és pályázni, hogy ott is tudjunk majd a következő évben akár fejleszteni, és akár mondjuk 21-ben szintén majd pályaavató, vagy valamilyen ünnepség keretében szintén büszke odaállhassunk, és mondhatjuk, hogy valami maradandót készítettünk, és eddig még mindig azt mondta ugye a Dombovár, hogy hajrá Dombovár, most már azt is mondhatjuk, hogy hajrá Dombovár, és szép volt Dombovár, mert egyre több olyan beruházás, egyre több olyan program, olyan fejlesztés körvonalazódik, ami szerintem hasznos, és már nagyon ildomos volt, hogy a város fejlődjön, és tényleg örülünk annak, hogy itt a város szívében az iskola is most tényleg már méltó körülmények között tudja akár a testnevelés óráit, vagy akár a kis labdarúgás, vagy az egyéb más sportágait űzni.